néprajzkutató, politikus és az idei évtől Baranya megye díszpolgára. Ő dr. András Favi Bertala, aki többek között a Pécsi Dunántúli Tudományos Intézet, majd a Baranya megyei Levéltár tudományos főmunkatársa, később pedig a Pécsi Janus Pannonius Múzeum néprajzi osztályvezetője, valamint egyetemi tanár is volt. Nem annak örülök elsősorban, hogy díjat kaptam, hanem annak, hogy azok a gondolatok és eszmék, amiket én szolgáltam, és meg akartam valósítani, és nem sikerült, azok azért mégis hatottak, és mégis elterjedtek, és valamit mégis megcsináltak belőle. Én 60-ba kerültem Baranyába. Én soproni születés vagyok, Pesten is éltem, Szekszárdon is, és az Baranyába a Dunántúli Tudományos Intézet meghívására jöttem. És szívesen eljöttem, mert hát egy múzeum munka, például Szekszárdon, meg rengeteg olyan dolog is van, ami nem a szakma, ugye a múzeumnak a kezelése, anyagi dolog, stb. Itt viszont kutathattam, és a nagyszerű dolog volt, hogy én választhattam meg azt, hogy mit kutatok, és arról számoltam be, és ez volt az én munkám. És hát elejétől fogva az izgatott engem, hogy mi nem a magyar történelmet tanuljuk, hanem a magyar nemzetállamot kisajátító nemesi köztársaság, vagy minek mondhatnám. És hát rengeteg olyan megállapításhoz jutottam, éppen baranyai tapasztalatok alapján, amelyek alapján meg kéne változtatni a magyar történetírást. De hát sokat nem értem el vele, mert ha előadást tartottam, még tapsot is kaptam a Kungarói kongresszuson, de nem jelentették meg. Mert egy kicsit kritikus. Amikor az ember a múltat kritizálja, akkor mindig van egy felhangja a mai dolgokra is. És ezért nem sokat tudtam publikálni azokról a gondolatokról, amiket éppen Baranyában a sok nemzetiségnek a sorsával együtt tanulmányozhattam. A díszpolgári címet a magyar néprajzkutatás terén nyújtott tudományos életművéért, a magyar nemzeti identitás megerősítését szolgáló oktatói, közművelődés és kultúra szervezői munkásságáért, valamint a polgári Magyarországért vállalt közéleti tevékenységéért nyerte el a szakember. Már a fiatalkora óta érdekelte a néprajz. Néprajzot végeztem az egyetemen, első munkahelyem az Szekszárd volt, és Sárközt kutatgatva kicsit másképp láttam a történelmet, mint ahogy tanultam, hogy milyen nagy dolog volt, hogy megrendezték a folyókat, kilecsapolták az árterületeket, stb. És attól kezdve egyre inkább azt kerestem, hogy a parasztság szemszögéből mi volt a magyar történelem. Fő területe a kutatásomnak a Dunamente, Baranya megye, Tolna megye volt, ahol összehasonlítottam a magyarokat, a németekkel, a horvátokkal, a szerbekkel, a szlovákokkal, a cigányokkal, és ebből alakult ki az én tudományos kutatásom. Később a Magyar Demokrata Fórum pécsi elnöke, sőt országgyűlési képviselő is volt. Én nem készültem politikusnak, de már szinte diákkorom óta kitűztem magamnak azt a célt, hogy ennek a magyar néphagyománynak a megbecsülését és felélesztését a néphagyománynak tűzöm ki életem céljául. És aztán meglepett, mikor, mint MDF egyik alapítója, az itteni alapítója, hát meghívtak miniszternek. Telefonon értesített annak idején Antal, hogy úgy döntöttek, hogy én leszek a kultuszminiszter. És mondtam, hogy hát én nem készültem én így föl, egy nap aladékot kérek a válaszra. Azt mondta, akármilyen a válaszom, a felelősség a tied. És akkor elvállaltam. De mit is vár igazán munkásságától András Falvi Bertala? Én arra lennék büszke, hogyha az én tudásommal meg tudom változtatni, ha javítani tudom ennek a saját népemnek a sorsát. És Baranya azért volt kitűnő, mert benne sok nemzetiség békés és ellenséges magatartását tanulmányozhattam és láthattam, hogy
békésen is meg lehetne élni, de a nagyhatalmak azok nem akarják ezt. Most is ez a helyzet Európában. A néprajzkutató egyébként számos elismerésben részesült már élete során. A Széchenyi díj mellett többek között a Prima díjat is elnyerte, de a Magyar Művészeti Akadémia aranyérmével is kitüntették. Mostantól pedig nem csak Pécs, hanem Baranya díszpolgára is.